Köszöntöm napjaink című közéleti magazinunk kedves nézőit! Győri Némeister Katalinnal nyugdíjba vonulása alkalmával készítettünk pályáját és életútját bemutató portrét. Már is megnézhetik önök is. A Bolyi Általános Iskola ikonikus alakja, Győri Némeister Katalin a tanév végén nyugdíjba vonult. Nehéz ezt kimondani, ilyen fiatalon elmenni nyugdíjba, ilyen aktív és agilis tanerő, ez mindig az embert egy kicsit meglepi. Katalin, 35 évet töltöttél el a Bolyi Általános Iskolába, és emellett még volt 4 év versenden, hát csak nem 40 év az oktatásban, az óriási idő. Hát igen, nagyon nagy idő. Az ember szívesen visszaemlékszik a kezdetekre is, és azután a hosszan eltöltött bolyi évekre, és ilyenkor már az ember úgy érzi, hogy egy kis pihenés azért ráfér, és megpróbál más irányban keresni olyan elfoglaltságot, hogy okosan, értelmesen jól töltse el a nyugdíjas éveit is. Erre azért mondhatnánk kicsit tréfesen, hogy úgy mész, hogy maradsz, hiszen a német önkormányzat elnökeként továbbra is fenntartója maradsz az iskolának, és épp az előző percekben Hans polgármester úrral épp a buszozása, az utaztatása a gyerekeknek került témába azon a megbeszélésen, amin részt vettél. Egy szóval azért nagyon nem tudsz elszakadni az iskolát. Hát nem is szeretnék annyira, de nem is tudok, mert a fenntartó képviselője vagyok, és a fenntartói munkák továbbra is hárulnak ránk, mint Bolyi Német Önkormányzat, és ezt nagyon szívesen csinálom továbbra is. Egyedül a tanítás fog szeptembertől elmaradni, nem csöngetnek be már nekem 7:30-kor, 7:45-kor, hanem egy kicsit az időbeosztásom másképp fog alakulni. Pedig ez a véredben van, ugye? Tehát csak nem 40 év a katedrán vagy benne a teremben, azért az embernek az életévé válik. Hogy készültél arra, hogy ez előbb-utóbb véget ér? Hát úgy időm nem volt rá készülni, megmondom őszintén, mert annyi elfoglaltság volt még a nyáron is, meg az utolsó tanítási fél évenben is, hogy igazából még a munkasztalomat sem tudtam összepakolni az iskolában, hogy a következő kollégámnak, aki ott fog ülni, át tudjam adni. Tehát igazából ez fejben még nem érett meg. Tehát nem érzem még azt, hogy mostantól kezdve könnyebb, pihenni tudok, most még a szabadságomat töltöm augusztus végéig. Úgy telik most az időm, mint egy nyári szünet, mint eddig is. Talán majd szeptember 1-én fogok rádöbbenni arra, hogy most már nem kell rendszeresen reggel 7 órára bejárnom a munkahelyemre tanítani, készülni az órákra, ez lesz majd valószínű, hogy furcsa, amikor elkezdődik a szeptember. Most még ezt nem érzem. Nézzük, hogy magára, pedagógusi pályára hogy készültél. Volt-e a családban bárki ezen a területen, aki szolgálta a gyerekeket, tanította, vagy te voltál az úttörő ezen a pályán? Én egy nagyon pici faluból származom, Liptódról, ahol az emberek nem igazán mentek még főiskolára, egyetemre abban az időszakban, amikor én kerültem a Bajai Tanítóképző Főiskolára, és elhatároztam, hogy tanító szeretnék lenni. Egyedül az egyik nagybátyám volt tanító, édesanyám a testvére, de ő sem sokáig volt a pályán, mert mást választott munkájául. A család többi részében nem volt példakép előttem, talán inkább a saját tanáraim, akik annak idején tanítottak az általános iskolában és a középiskolában, inspiráltak jobban arra, hogy én is ezt a szakmát válasszam. Hogy emlékszel rá, amikor megkaptad a diplomádat Baján, büszke volt rád a család? Hát nagyon büszke. Akkor éltek a nagyszüleim, és még a nagy család voltunk, ugye, akik úgy egy háztartásban, egy házban éltünk abban a pici faluban. Mindenki eljött a diplomaosztomra, és mindenki nagyon-nagyon büszke volt rám, mert én voltam az első olyan diplomás a családban az unokatestvéreim közül. Utána még követtek néhányan, de én emlékszem arra a nagy örömre, amit főleg a nagypapám arcán láttam, az leírhatatlan volt, akkor örökké emlékezni fogok rá.
nem kis fába vágtad a fejszédet, és szemversenden kezdtél el tanítani. Milyen volt a millió, a légkör akkor abban a kisiskolában? Annak idején, amikor én kezdtem tanítani, még nem lehetett akárhova menni. Meg voltak adva azok az iskolák, azok a címek, ahová, amiből választani lehetett. És a legközelebb a lakhelyemhez versend esett, és ezért esett versenyre az én választásom is. Nagyon szerettem versenden dolgozni. Nehéz körülmények között dolgoztunk ott, nyelvet oktattam ott is pici gyerekeknek, mert alsós tanító az alapdiplomám, az alapszakom, és én úgy emlékszem, hogy a kollégáim, a falu lakossága, a gyerekek, igazán olyan ragaszkodó kis környezetbe kerültem akkor bele, ahol még jobban érlelődött bennem az, hogy jól választottam, amikor tanító lettem annak idején. 4 év után bolyba kerülhettél, akkor kezdődött meg a német nyelvi oktatás az iskolába, és hát ez szintén egy óriási kihívás lehetett a te életedben, hogy egy nagyobb iskolában is feladatot kapsz. Igen, annak idején vezették be a német oktatást, már kezdetől fogva jelen volt a BOI iskolában, de a 82-es, 83-as tanévben vezették be a kétnyelvű német oktatást a általános iskolában, és a BOI volt a kísérleti alany, és az akkori egyik igazgatóhelyettes keresett meg Velsenden, hogy nem vállalnék-e feladatot ebben a BOI iskolában, és nagy örömmel vállaltam ezt el, és úgy kerültem át a Velsendi iskolából a BOI iskolába. Időközben a második diplomádat is megszerezted, német nyelvtanár lettél, ami azért pedig rédén is javított néminemüleg. Igen, szerettem még mindig a kihívásokat, és a mai napig is szeretem őket, és nagyon szerettem az alsó tagozaton tanítani, évtizedekig ott is tanítottam, de érlelődött előbb-utóbb bennem az, hogy szeretnék még valamit, szeretném a nyelvtudásomat még magasabb fokra fejleszteni, és szeretném magamat felső tagozatban is kipróbálni, és akkor jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetemre, ahol a német tanári szakot, német nemzetiségi tanári szakot végeztem el. Persze ebben az iskolában nem csak a nyelvet tanítottátok meg, hanem a régi hagyományokat, a népviseletet is, a népi szokásokat, hát több ilyen rendezvényről a Bolyai Városi Televízió is az elmúlt időszakban is beszámolhatott. Ez adja az eszenciát és értékét ennek az egésznek, én legalábbis így érzem. Igen, hát a dolgunk, ugye, mint német nemzetiségi iskola, a hagyományok ápolása is, és ez most egy pár éve tantárgyként is bekerült az oktatásba, külön tantárgyként. Képzések is vannak már erre, mert a fiatalabb korosztály már nem úgy ismeri ezeket a hagyományokat, ahogyan még az én korosztályom, akik hoztuk magunkkal ugye a családból a nyelvet, a hagyományokat, a szokásokat, a mostani fiatalabb generációknak ezt úgy kell elsajátítani, és erre képzési formák is vannak, hogy ők is ezt a tantárgyat, illetve ezt tovább tudják adni a gyerekeknek. Német nemzetiségi nap, Trachtag, és olyan rendezvények a német önkormányzat szervezésében, mint a Pünkösd, mind arról szóltak, hogy ezt a vonalat erősítsétek, és még inkább az emberekkel elfogadtassátok, hogy Bolynak ez egy ikonikus dolga, hogy németül és beszélünk, és egyrészt öltözködünk, mert hogy nem ez Boly maga. Igen, hát Boly is környéke, így mondanám, mert a mi iskolánkban Bolyon kívül is járnak gyerekek, ugye, különböző településekről. A fele, úgy mondhatom, a gyerekek fele nem bolyi, hanem a kisebb településekről járnak ide, és ezt a sokszínűséget tudjuk mi megmutatni, mert ugye egyrészt a nyelvjárás, másrészt a szokások, az öltözködés, a különböző településeken egész más. Ha egy nyárádi viseletet összehasonlítunk egy Babalcival, Liptódival, azért óriási különbségeket látunk, és mi itt Bolyban ezt a sokszínűséget tudjuk megmutatni iskolán belül, és utána a környéknek, ugye a városnak és a környező településeknek.
Akik téged ismernek, jól tudják, hogy jó érdekérvényesítő vagy. Egyrészt az, hogy a német önkormányzat átvette a fenntartását az iskolának, ez már egy óriási dolog volt, hiszen a német országos önkormányzattól rengeteg forrás érkezik Bolyba. Szinte tárgyiasult formában ki lehet mutatni, hogy mennyire gazdagodott az iskola az elmúlt években. Bölcs és okos döntés volt átvenni az iskola fenntartást? Most már úgy érezzük, hogy az volt. Annak idején hát az elhatározás hirtelen született meg, kellett hozzá az akkori iskolavezetés, kellett hozzá a települési önkormányzat, a polgármester segítsége, hogy ezt meg tudjuk valósítani, és kellett hozzá, hogy az országos német önkormányzat is elfogadja ezt a kérésünket, és utána pedig ugye a miniszter jóvá is hagyja, és azóta tényleg nagyon sok mindenre tudtunk fordítani pénzt, aki jár az iskolánkban, betér, láthatja, hogy állandóan folynak munkálatok. A nyarunk is most azzal telt, hogy az udvart szépítjük, a emeleti mosdóhelységek újulnak meg, mert már csak azok voltak vissza festék. Tehát tudunk költeni most mindenféle felújítási munkálatokra is. Van tervünk is bőven még, és hál' Istennek bővülnek azok az anyagi források a 2019-es évben újabb nagyon sok forrás kerül majd a nemzetiségekhez utalva, és lehet pályázatok alapján nyerni belőlük. Kemény munka, de persze egy jó lobbista, ha felveszi a telefonját, és megcsörgeti a vonal végén lévő illetékest, akkor lehet érzékelni azt, hogy felveszik a telefont, vagy nem a vonal végén. Hát te mondjuk, ha megcsörgeted az országos német önkormányzat elnökét, akkor van visszacsatolás? Hát felveszi, igen, de mi szeretünk azért ugye a saját erőnkből dolgozni. Ez elvi kérdés is, és saját magunk alkotjuk meg a pályázatainkat, és saját magunk is számolunk el velük, tehát saját magunk, saját erőből szerezzük azokat a pénzeket, amiket idehozunk. Nem mondom azt, hogy nincsenek kapcsolati rendszereink, mert nagyon sok mindenkit ismerek én is, és a képviselőtársaim is, országos szinten is, de igazából magunk dolgozunk meg ezekért a dolgokért. Katalin, 4 igazgató mellett dolgoztál ebben a 35 esztendőben itt Bolyban. Hogyha egy kicsit sorrendet állítanánk közöttük, szerintem nem lehet. Mindegyiknek megvolt a maga értéke. Melyik időszakot szeretted a legjobban a magad? Hát én mindegyiket szerettem, megmondom őszintén. A legelső igazgatóm, akivel itt találkoztam Bolyba, akkor még ugye a tanulókorszakomat éltem, akkor még az ember az igazgatóra olyan nagyon felnézett, és minden szavát itta, ugye, hogy beépülhessen ebbe a közösségbe, és a tanácsok ugye mindig jól jönnek egy fiatal nevelőnek. Később már vállaltam én is feladatokat, munkaközösségeket vezettem, először az alsós munkaközösséget, azután a németes munkaközösséget, egészen a tanév végéig vezettem a német munkaközösséget. Akkor már inkább partnerként tekintettem a többi igazgatóra, akikkel együtt dolgoztam itt az iskolában. Mindegyik kikérte a véleményemet mindig, ha szükség volt a nemzetiség ismeret terén, akár szakmailag. Később, amikor az iskolát fenntartásba átvettük, akkor a gazdasági oldalát is együtt alkottuk ugye a dolgoknak, és akkor már szinte olyan egyenrangú partnerként dolgoztam a vezetőimmel együtt. Persze, emellett, hogy tetted a dolgodat az iskolában, itthon is minden rendben volt, most is gyönyörű szép rendezett lakásba érkeztünk ide hozzád beszélgetni. Egy szóval, anyaként, feleségként is megálltad a helyedet. Mi a helyzet az ikrekkel például? Hát, nekem borzasztó nagy szerencsém van, hogy igazán szerető, segítő család áll mögöttem kezdetektől fogva. Mindig azt mondom, hogy ezt a fajta munkát nem lehet másképp csinálni. Tehát nem lehet úgy csinálni, hogy például az én férjem is
minden olyan dolgot megold körülöttem, ami az udvart, a kertet, a szőlőt, az ilyen dolgokat érinti. Nekem azokkal például egyáltalán nem kell foglalkoznom. Foglalkozhatnék azzal is, de akkor kevesebb idő jutna nekem ezekre a társadalmi munkákra. A gyerekeim is mindig megértők voltak. Valószínű, hogy kevesebb jutott nekik belőlem, mint úgy talán egy átlag család anyának, de úgy érzem, hogy nagyon tisztességesen sikerült őket felnevelnünk, ikreink vannak, most már 35 évesek ők is, eltelt az idő, mind a ketten gazdasági agrármérnökök lettek, és mind a kettő a bankszakmát választotta hivatásának, és nagyon büszke vagyok rájuk anyaként. Hogyha eljön ez a szeptember 3-a, amikor elkezdődik a tanítás, hát mit kívánhatunk neked? Viseld el azt a kis fájdalmat, hogy nem kell bemenni az iskolába, bár be kell menni fenntartóként, de az órákra már nem. És hát töltsd tényleg egészségben, és tartalmasan a nyugdíjas éveket, jó egészséget. Kérem. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem majd. Bejárni befogok, egy rendszert kell még kialakítanom, amint lesz egy kis időm az óvodával és az iskola vezetőjével, hogy oldjuk meg ezentúl. Eddig kézenfekvő volt, hogy ott voltam, az önkormányzat, a hivatal, a tulajdonképpen a mi hivatali hátterünk is, ott is 2 percnyire voltunk egy-egy aláírásért, csak az országúton kellett átmenni. Most ezt egy kicsit ugye meg kell szervezni, hogy ez úgy működőképes legyen. Köszönöm szépen! Idén már közel 130 bogrács halász léfőt Mohács utcáin. A Dunamenti Halfőző Fesztivál egyre inkább kezdi kinőni magát. Kiváló programok, ízes ételek és a mohácsiak vendégszeretete tette teljessé a programot. A fatüzeléssel készült bográcsos halásznének nincsen párja. Nagyon jól tudják ezt a mohácsiak is, akik második éve rendezik meg a Dunamenti Halfőző Fesztiváljukat. Persze, ha több mint 100 bográcsban fő a hamisítatlan paprikás hallé, akkor nincs ember a földön, aki ennek az illat és ízvilágnak ellen tudna állni. Épp ezért keresték föl sok ezren a dunaparti várost, hogy hódoljanak a gurmé élménynek, a helyszínen kóstolják meg a mennyei halászlét. Mindeközben a főszervező német önkormányzat gondoskodott róla, hogy a színpadon autentikus művészeti csoportok szórakoztassák a nagy érdeműt, majd így nyitották meg hivatalosan is az egyre népszerű fesztivál. A rendezvény mindenképpen azt bizonyítja, hogy itt Mohácson helye van egy Dunamenti Halfesztiválnak. Szerencsére a tavalyi első alkalom is nagyon sok jelentkezésünk volt, idén pedig ezt 30%-a rübelelni tudtuk. Tehát azt jelenti, hogy itt 1200 ember csak az, aki leül az asztalhoz és elfogja, felfogyasztja a saját maga, vagy hát a barátai által készített valat, és körülbelül a duplája az itt láthatóknak még az érdeklődők, akik azért jöttek, hogy a műsor vagy a program körítésén is részt vegyenek, tehát nézelődnek, követik a gasztronómiai előadást, amely a kisebb színpadunkon látható a Dunaparton, illetve ami nagyon fontos eleme ennek a rendezvénynek, hogy a kialakított Schwab utcánkban érdeklődnek, aktívan részt vesznek a különféle Schwab sátrakban a lehetőségeket. Mondhatjuk, hogy a büszke mohácsiak a vendéglátók, hiszen büszkén vették föl a német önkormányzat tagjai is a népviseletet, büszkén fogtak fakkanalat a mohácsiak, mert értik a mesterséget, és hát ők mindig is jó vendéglátók voltak a dunamenti emberek. Igen, mindenképpen mi tényleg büszkék lehetünk most itt a mohácsi német önkormányzat tagjai, mert tényleg egy olyan rendezvény sikerült itt létrehoznunk, amelyet a mohácsi németek szívügyüknek viselik, ugyanakkor az egész város részt vesz benne, és tényleg egy olyan igényt sikerült itt, egy olyan hiányra sikerült rátapintanunk, amit mindenképpen mutat itt ez a mai nagyon sok rendező, vagy résztvevő, hogy ez itt mindenképpen szükség van erre. Mitől lesz svábos egy halászlé? Hát egész komoly kutatásokat végeztünk egyébként tavaly ezzel kapcsolatban. Én csak azt tudom mondani, mi otthon soha nem fish soup-et, hanem mindig is fish paprikásnak neveztük ezt a halételt, és ez bizonyítja az is, hogy egy 18. századi leírás alapján egy tolnai halász
Tehát a tolnai halászok voltak azok, akik először itt a Magyarországon fellelt paprikát beletették a halételbe, tehát korábban a Magyarországon megfőzött halételek nélkülözték a paprikát, viszont az itteni molnárok ezt kihasználták és beletették a halászok, és talán itt kapcsolódik össze a sváb kultúra és a halászlé. Azt hiszem, talán itt az a fontos, hogy mindenki szereti, különösen itt Mohácson, de azt hiszem, hogy a Duna mellett mindenütt ezt az ételt, és ezért ennek a rendezvénynek mindenképpen helye van itt Mohácson. Ma 130 bográcsban fő a halászlé. Idei évben rendhagyó dolog, hogy szerettük volna arra is motiválni az embereket, hogy ne csak halászlövet főzzenek, hanem bármiféle más halételt is. Tehát lesz, aki halkolbász süt, lesz, aki harcsa pörköltet főz, hiszen ennek is nagy hagyománya van itt Mohácson. Illetve az idejében még újdonság, hogy a szabadtűzön főzők lovagrendje értékeli a halételeket, akik erre jelentkeztek, és ez is körülbelül 50-en jelentkeztek arra, hogy a zsűrinek megmutatják, hogy mit tudnak. Mindenki kap valami jutalmat, tehát aranyezüst, illetve bronz minősítést fognak kiosztani a zsűritagok. Azt hiszem, ez is egy jó lehetőség, hiszen amit eddig otthon a baráti társaságban a legjobbnak éreztünk, most az felveheti a versenyt többiekkel, ez kiderül a mai napon. Miden más ez, mint a Bajai Halfőző Fesztivál? Konkurál-e egymással a két rendezvény? Azt hiszem, semmiképpen nem is szeretnénk a bajai több évtizedes rendezvénnyel konkurálni. Mi itt a sokszínűségre építünk, tehát a gasztronómia vonal az csak egyetlen vonal. Ebben a rendezvényben nagyon színvonalas kultúrműsort sikerült itt összeraknunk, nem csak a Mohács környéki és baranyai csoportok vesznek részt, hanem Biatorbágyról, Dunakesziről, Dunaharasztról is érkeztek csoportjaink, és külföldről is. Éppen most vannak a színpadon a Déltiről is Huplatler csapat, illetve Ausztriából érkezik egy 4 tagú zenekar is, akik ma este egy órás koncertet adnak. Tehát ez a vonal a másik vonal, amelyben több, mint egy gasztrofesztivál, illetve a Schwab utca, ez az én szívügyem is, ahol mondtam már különféle kulturális elemeket. Tehát van, aki hajat font, van, aki lakodalmas menetet prezentált itt nekünk, megismerkedhetünk a különféle évközi ünnepekkel, és mindenütt tevékenyen részt lehet venni, tehát kisebb feladatokat lehet megoldani, és még jutalom is jár érte. Érzés. Az ember azt hinné, hogy az évszázadok óta hagyomány itt, de az az igazság, hogy az, csak nem csináltak köré még ünnepet. És akkor, amikor a Nemzetiségi Önkormányzat kitalálta, hogy kell erre egy jó kis rendezvény, teljes teli találat. Egyszerűen olyan, mintha mindig is így lett volna. Ennyire belejárója az itteni étformának az, hogy halat fogyasztunk, és ez egy közösségi forma. Gasztrolimbiában nagyon erősek vagyunk, kivált kép, hogyha az áfája is csökken a bizonyos ételnek, hát a hal ára is csökkent. Azt hiszem, hogy egy nagyon okos és bölcs lépést hozott a kormány. Ez így van, hiszen ha van egy egészséges táplálék, akkor a hal az, és hogy azt elő tudjuk segíteni, hogy minél többen hozzájussanak. Ha valóban az a célunk, hogy a 5,7 kg-ról hogyan tudunk minél hamarabb követni az európai átlagot, ami 22 kiló, de mi szeretnénk először legalább megduplázni a mostani fogyasztást, ehhez használunk minden egyes forrás. Azt a 15,4 milliárdot, nem az Európai Uniós keretből, a MAHO programból tudunk élőhelyfejlesztésre fordítani, feldolgozó üzemek fejlesztésére fordítani, hogy minél inkább feldolgozott formába oda tudjuk tenni az asztalra ezt az étket. Az a célunk, hogy minden forrást ösztönözve, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek a rendezvényeknek, hiszen ha az emberek itt vannak, jó kedvük van, megkóstolják, ízlik, akkor elviszik ennek hírét, hiszen nem csak mohácsiak vannak itt, hanem szert az országból és a határokon túlról is, és ez mind-mind azt segíti, hogy hazamenve rájönnek arra, hogy ezt a hangulatot valahogy le kéne képezni otthon a barátok között is, egy közösségben, és akkor persze nő a halfogyasztás. Nem csak gasztrokultúrájában él a nemzet, hanem kultúrájában is. Itt ma a németek azok, akik összehozták ezt a nagyon szép jövendőjét, tömeget gyakorlatilag
egy nagy fesztivál. Hál' Istennek a németek, a horvátok, a kisebbségek Magyarországon mindig is sokat tettek azért, hogy ez a magyar kultúra egységes legyen. Ez így van, be kell vallani a magyar kultúrának szerves részei, mind a német nemzetiségi hagyományok, ugyanígy a horvát, és lehetne sorolni mindegyik nemzetiséget. És azt, hogy szinte versengenek ahol, hogy meg tudják mutatni azt, hogy milyen hagyományaik vannak, és hogy erre büszkék, és úgy nevelik fel a gyerekeiket, ehhez csak gratulálni lehet. Nem vagyok szakembere a halászléfőzésnek, én inkább fogyasztója vagyok, de amennyire tudom, fogyasztottam már Szegeden is, meg az ország más területén. Például Szegeden a halat kifilézik, amit én ettem, ugyanálunk pedig szálkával készül, a bajaiaknál pedig külön eszik, fogyasztják el a halat, és külön pedig a lét, nálunk pedig egyben. Mondhatjuk, hogy Mohács egyik védjegye a halászlé? Mindenféleképpen. Mint ahogy miniszter úr is mondta, a halfogyasztás, az egyfőre jutó halfogyasztásban sokszorosan megelőzzük az országos átlagot, és nyilván az a célunk, hogy ezt még tovább erősítsük. A boros poharat szűkülő szája, legyen a bogrács formája, bort ne csak magadba, a lébe is tölts. Arányok és az alapanyagok. Ennyi. Mint például? Itt van nagyon jó paprika, nagyon jó hal, és nem szabad elmenni ilyen más irányokba. Tehát nem kell hallgatni a divatokra? Piros arany meg ezek. Hát jó bele, aki szereti, de gyakorlatilag nem lesz jobban lép. Nagy tűzön kell főzni a halászlét, vagy épp, hogy lobogjon? Nagyon nagy tűzön. Kijön a tűzoltóság akkora. Nem rezsón főzünk, nem abáljuk. Mennyi idő alatt készül el a jó halász? Hát az attól függ, hogy hova készül nyilván, a versenyen meg vannak a szempontok más, hogyha vegyes csapatnak fűzi az ember. Ez nagyon változó dolog. Gondolom azért itt körbenéztél és meg annyi módszert láttál, sokféleképpen főzik azért a halász? Nagyon sokféleképpen, és mindenki azt vallja, hogy az övé a legjobb. Rosszat senki nem akar főzni, olyan ember nincs szerintem, aztán valamikor nem úgy sikerül, igaz? Te kinek köszönheted, hogy ilyen jó halászlő főző lettél? Nagyapánnak, édesapánnak, kinek köszönheted a tudást? Ez tehát egy dolog, igazából olyan körökbe kerültem talán, ugye mert a halal foglalkozom már 30 pár éve, kapcsolatok, és ezáltal. Elcsentél mindenhonnan egy kis tudást? Igen, végülis gyakorlatilag így van. És az ember összerakja a fejébe, és akkor utána nem akar módosítani, hogy én ezt hallottam, így jobb lesz. Nem. Meg ez nem így sikerült, meg ilyenek kell lenni, és akkor nincs probléma. Sziasztok! Mi vagyunk az Uppos csajok. Ma halászlövet fogunk készíteni. Elsőként vegyünk egy nagy lábost. Olajon üvegesen virítjuk a hagymát. Ebbe kerül a piros paprika. Majd a haldarabok. És akkor most szegedét vagy bajait fogunk készíteni? Nem tudom. Szeretem én a halászlövet? Hát a szegedi, gyerekek, a szegedi. Szét Csaba a fiatalabb generációt képviseli a halfőzők között. Te kitől tanultad ezt a mesterséget? Hát édesapámtól tanultam a mesterséget. Elvileg mi így főzzük a halat, vagy mifelénk így főzik. Halból, ugye? Lehet mondani, de babot is tettünk bele, csak a változatosság kedvéért. Egyébként milyen sűrűn főzitek ti a halat? Tehát a mohácsi emberek milyen sűrűn esznek halászlők? Hát kérlek szépen, nálunk szinte két hetente van hal. Két hetente, szombat. Nem unjátok meg soha? Nem lehet megunni. Én megeszem másnap is, harmadnap is a halat. Mindig ugyanúgy készül, minden ugyanaz az ízvilág lesz, vagy egy kicsit mindig változik?
Szerintem változik, mert sok múlik a halon, a paprikán, ám bár a paprika állandó, mert egy évre veszi az ember a paprikát, de a halon sok múlik, ugye, hogy... Küvjébe főzitek, azaz több fajtát, vagy csak pontyból? Hát attól függ, hogy jutunk hozzá. Van, hogy csak pontyból, most ebbe van ponty, kárász, egy kis csukafej, csukafarok. Száraz halból nehéz jó levet főzni. A balatoni halak elég szárazak, hát abból, és a paprika meg zsír nélkül nehezen oldódik. Tehát ezek fontos dolgok. Te, mint halfőző mester, hogy látod, jó ötlet volt ezt két évvel ezelőtt ezt a fesztivált útjára indítani? Nagyon jó volt, nem akartuk elcsenni ezt mi Bajától, ők megfőzik az ők is halukat, mi is megfőzünk. Ott is főznek jót, meg rosszat, meg itt is. A levők pedig jól járnak. Pontosan. Meg az emberek. Jó a fesztivál, ennyi. Ismerősökkel, barátokkal, haverokkal vagyunk. Szerintem nagyon jó, előbb kellett volna elindítani, mert a bajaiak kidobolták maguknak, hogy ez az övék. De nem, mert mondják, hogy bajaiasan főzzük. Én nem szeretem ezt, inkább mondjuk azt, hogy aldunaiasan, vagy délvidékiesen. Szinte ugyanúgy főzzük, ugyanúgy főzik Bezdámba is, mint Mohácson, mint Baján. Egy biztos magyarosan eszünk, nem? Így van, igen. Jó, és itt vágyat hozzá. Köszönjük szépen. A mohácsiak csak úgy, mint a bajaiak, halászlében és egyéb halételekben nagyon erősek. Rengetegen tudják főzni, sőt jól megfőzni a kúrens ételt. A recept egyszerű, hiszen a hagymalappal felfőzött halszeletekre élénk piros paprika kerül, mindezt ízlés szerint sózzuk, és végezetül jó étvágyjal elfogyasztjuk. Jövőre önök is csatlakozhatnak a fakanalas mesterek sorába, mi pedig jövünk majd, és megkóstoljuk az elkészült alkotást. Csarfa babám a másik, így az élet gondtalan, becázhatok boldogan. Az egykori parlamenti szószóló ma már az országos német listáról parlamentbe került teljes jogú képviselő. Ritter Imrével az elmúlt hónapok kihívásairól és eredményeiről beszélgetünk. Az egyik legsikeresebb hazai lobbistának tartják. A magánéletben pénzügyi szakértőként ismert Ritter Imre a németek parlamenti szószólójaként szerzett hírnevet magának a nemzetiségi politika terén. A sikeres regisztrációs folyamat után áprilisban német listáról került be az országgyűlés képviselői sorába. Eddigi eredményeiről és elfoglalt pozícióról osztja meg velünk gondolatait. Meg kell mondjam, hogy mérhetetlenül jó érzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a magyarországi németek első teljes jogú pártoktól független képviselője lehetek, és látom azt, hogy ennek milyen nagyon komoly jelentősége van a parlamentben. Hosszú rögös ez az út, szoktuk mondani, és valóban áprilisi választások óta nagyon sok minden történt. Ha lehet azt mondani, egy kicsit nemzetiségi szempontból a sarkaiból fordult ki a világ, mert hogy nem nagyon jó pozíciókat sikerült fogni már a bizottsági leosztásoknál is. Igen. Azok után, hogy ismert lettek a választások eredmények, és teljes jogú képviselőként kerülök be, az várható volt, hogy a Nemzetiségi Bizottság elnöke leszek, ugye ezt a házelnök úr jelöli ki, de ebben nagyon pozitív volt, hogy a 12 szószóló majdnem egyhangúan javasolt az elnöki tisztségre. Ez jó reményeket ad a további közös munkára. A másik komoly cél volt, hogy a Költségvetési Bizottságban teljes jogú tagként benne lehessek. Ezt nagyon örülök neki, hogy ez mindig komoly vita és adókapok a parlamenti frakciók között, hogy ki hol milyen szerepet kap. Minden frakció egyetértett azzal, hogy benne legyek a Költségvetési Bizottságba, és így annak teljes jogú tagjaként szavazhatok minden komoly kérdésben. Úgyhogy ez valóban jó induló pozíció. Imént egy fórum keretében, ahol a német kisebbségi önkormányzatok elnökei vannak a térségből, megosztott egy kisebb történetet is a Költségvetési Bizottságban. Hargitay János képviselő urat helyettesítette, így hát két szavazata is volt a költségvetés kapcsán. Ilyen még soha nem volt a történelemben, hogy a német nemzetiséget két szavazattal is valaki képviselje. Hát igen, a második szavazatommal természetesen Hargitay János képviseltem, de valóban így történt, hogy a Költségvetési Bizottság alakulülésén nem tudtam ott lenni, mert akkor volt az alakulülés a Nemzetiségi Bizottságnak, és akkor a Hargitay János képviselőt kértem meg, hogy helyettesítsen, és amikor pont a költségvetési törvény tárgyalása, megalapozott törvény elfogadása volt a Költségvetési Bizottságnál, akkor ő volt külföldön, és engem kért meg a helyettesítésre, úgyhogy
valóban Magyarország 2019 évi költségvetési törvényénél a Költségvetési Bizottság ülésén két kézzel szavazhattam. Ha valaki 5 évvel ezelőtt ezt mondta volna, hogy ilyen lesz Magyarországon, szerintem többen megkérdőjeleztük volna a szellemi képességeit. Hál' Isten, hogy itt tartunk. Hogy szoktuk mondani, hogy magyar ember számokból ért a sváb ember még kivált kép. Itt ennél az új költségvetésnél már nagyon komoly számokról beszélhetünk, ami a nemzetiségi politika egyik eredménye is. Ezen számok takarják többek között az oktatás területén, a különböző financiális területeken, akár majd a pályázatok területén is, hogy minél több forrás érkezzen. Egyrészt az oktatás rendszerébe német nemzetiségi fronton, másrészt pedig úgymond a feladat alapú financiális támogatások tekintetében. Nagy dolgok ezek? Hát én azt gondolom, ha csak azt mondom, hogy 2014-ben még kevesebb, mint 4 milliárd volt a 13 magyarországi nemzetiség támogatása, és most pedig 2019-ben a növekmény közel 5 milliárd, akkor azt gondolom, hogy ebből mindenki érezhető, hogy mekkora változás történt. Hozzá kell mindjárt tegyem, hogy ez annak is a következménye, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon komoly változások történtek, rengeteg intézményt átvettek helyi német önkormányzatok, országos önkormányzatok, de 4-5 más nemzetiségnél is, és ezeknek az intézményeknek június 30-tól már a vagyonkezelő joga is a nemzetiségi önkormányzatoknál van. Így nyilvánvalóan ezen intézmények fenntartási, beruházási költségkeretét is biztosítani kell. Tehát ennek az 5 milliárdból közel 2,5 milliárd az a nemzetiségi köznevelési és kulturális intézmények beruházási, felújítási keretét szolgálja. Közel 1,5 milliárd a nemzetiségi pedagógusok helyzetének a javítását, a nemzetiségi pótlék 15-30%-ra történő emelését, és a nemzetiségi óvodapedagógus képzés számának és színvonalának, az ezzel foglalkozó egyetemeknek a támogatását is tartalmazza. És a harmadik komoly terület pedig a nemzetiségi pályázatok, ahol a civil szervezetek, a nemzetiségi kulturális programok és az anyanyelvi diáktáborok kereteit sikerült megint jelentősen megemelni. Emellett az országos önkormányzatok is kaptak 20%, a helyiek 10% működési támogatás emelést. Én úgy gondolom, hogy ezzel a legfontosabb működési költségek, lehetőségek mind a helyi, mind az országos önkormányzatoknál az elmúlt 5 év alapján nagyjából rendezésre kerültek. Itt elsősorban az intézményhálózatnak a fejlesztése, fenntartása, másrészt pedig a megfelelő nemzetiségi pedagógus ellátottság biztosítása lesz a kiemelt, mindent megelőző cél a következő 3 évben. A saktáblán jó pozíciókat kell fogni, és hát már azzal is, hogy van önálló országgyűlési képviselője a német nemzetségnek, már ez sikerült egyrészt. Másrészt pedig nem mindegy, hogy a kormány hova diszponálja a nemzetiségi politikát. Eddig az Emberi Erőforrások Minisztériumánál volt ez a feladat, most pedig egyenesen a miniszterelnökséghez kerül. Így van, és a miniszterelnökségem belül is maguk a 12 nemzetiség, a romákat leszámítva a többi 12 nemzetiség, és az egyház az, mint tárca nélküli miniszterként közvetlenül Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr irányítása alatt és fennhatósága alatt van, a határon túli magyarsággal együtt. Én ezt úgy értékelem, hogy kiemelték a magyarországi nemzetiségeket, a támogatások felosztása, elszámoltatása is az EMET helyett átkerül a Bethlen Gábor Alapítványhoz. Én azt gondolom, hogy ez további lehetőségeket jelent, abból a szempontból is, hogy a pénzek felosztása, felhasználása és elszámoltatása az eddigi nagyon bürokratikus, néha rendkívül embert próbáló elszámolási rendszere helyett egy világosabb, egyszerűbb, átláthatóbb, tisztább módon fog történni. Én ezt pozitív változásnak tartom, és lehetőségeket látok benne a jövőre nézve.
Nézzük, hogy maga a képviselő miként képviseli a választópolgárokat, a német önkormányzatokat. A mai egy olyan fórum, ahol a térség önkormányzati elnökei vannak itt, és beszámolta az eddigi tevékenységéről. Ezt a tematikát szeretné a jövőben is folytatni? Természetesen, onnan kezdve, hogy 2014-ben a magyarországi németek parlamenti szószólója lettem, innen kezdve már nem csak az északi régió tartozik úgymond hozzám, hanem egész Magyarország, azzal együtt, hogy az országos német önkormányzat elnökhelyetteseként és a pénzügyi bizottság elnökeként korábban is az egész hazai németségért dolgoztam. De azt mondom, hogy rendezvényeken, különböző fórumokon elsősorban az északi régióban voltam többet. Most is ilyen pénteken Szepetneken voltam, ami ugye az országnak egy másik fele, és ott is nagyon örömteli, és ez is a képviselői mandátumnak köszönhető, hogy Szepetneken két évfolyamon viszonylag kevés gyermek van, és úgy nézett ki, hogy két évfolyamot bezárnak a nemzetiségi iskolában. Sikerült a parlamenti képviselővel, Cseresznyés államtitkárral és a Klik helyi igazgatójával egy olyan megállapodásra jutni, hogy változatlan formában tovább tud működni az intézmény, és a szülőkkel leülve megpróbáljunk minél több gyereket biztosítani, és egy hosszú távú minőségi fennmaradási lehetőséget adni. Ez képviselői mandátum és képviselői lehetőségek nélkül ez az intézménybe lett volna zárva, vagy ez a két osztály még akár egy hónappal ezelőtt is. Választások előtt beszélgettünk a Bolyai Mási Televízió stúdiójában, ahol kérte a németeket támogatók szavazatát, ezt megkapta. Mit üzen most ezeknek az önkormányzatoknak és magánszemélyeknek? Mindenhol mindenkinek elmondom, hogy egyrészt természetesen nagyon köszönöm a regisztrációt a választás előtt és a szavazatokat. Legyenek büszkék arra, hogy részesei voltak annak, hogy a magyarországi németeknek történelmükben először pártoktól független teljes jogú parlamenti képviselője van. És ez a választás és a mostani siker azért is volt nagyon fontos, mert innen kezdve a magyarországi németeknek mindig lesz teljes jogú parlamenti képviselője, hiszen a regisztrációk megmaradnak, itt csak a halálesetek vagy egyéb okból történő csökkenéseket kell menet közben pótolni. Tehát a továbbiakban nem lesz kérdés, nem kell külön kampányt csinálni, nem kell külön regisztrációs választás előtti ilyen típusú féléves, háromnegyedéves felkészülő munkát csinálni, mint most kellett, mert úgy fogunk eljutni egy választás elé, hogy minimum 40 ezer regisztrált mindig lesz a német választási névjegyzékben, és innen kezdve mindig lesz, biztosan egyet tudunk mondani a magyar parlamentben, ha csak ezt a választási rendszert generálisan meg nem változtatják, mindig lesz német parlamenti képviselő. Újabb nyári táborhetüket töltik a bói utánpótlás korú futballisták. Nemrég tértek haza a francia kalandból, avagy az idei Eurocampről. Élménybeszámoló következik a résztvevőktől. Irigylésre méltó az utánpótlás helyzet a bói esélynél. Ezen a nyáron összesen 4x1 hetes turnusba folyik a táboroztatás, szemmel láthatóan gyermek van bőve. Nemrég tért haza a korosztályos csapat Franciaországból, ahol az évente megrendezésre kerülő Eurocampon vettek részt. Ennek jelentőségéről mondanak véleményt a résztvevők, akik tele vannak élményekkel. Én úgy gondolom a gyerekeknek, felnőtteknek egy rendkívül jó csapatépítő túra, tréning. Megismerik azt a világot, ami körülöttünk él és mozog, és azt szoktam mondani mindig, hogy megszűnnek a határok. Teljesen mindegy, hogy franciául, olaszul, németül, románul beszélnek, amikor labdát látnak, akkor egy teljesen olyan összhang alakul ki, amit képvisel a futball. Mennyire sportdiplomácia is ez egyben? Hát szerintem nagyon fontos. Én úgy gondolom, ezen a túrán is egy olyan képet tudtunk festeni a házigazdáknak, a franciáknak, hogy olyan sportdiplomáciát tudtunk kialakítani, ami emeli a magyar nemzet, Bolyai város és a sportegyesület imidzsét. Mert úgy gondolom a szülők is, a gyerekek is
úgy helytálltak viselkedésben, minden egyébben, kommunikációban, ami szerintem egy nagyon pozitív dolog. Motiváció szempontjából hozzá valamit a konyhára, hogy a srácok egy bizonyos generáció mindig évről évre megmérettetik ilyen szinten is? Hú, természetesen nagyon várják. Tehát ez egy olyan erőt ad a gyerekeknek, akár edzésre járásra, akár odafigyelésre, hogy ők, akik olyan korosztály, aki részt tud venni ezen a tornán, nekik ez egy fantasztikus dolog, és ez is nyilvánul meg az utazásban, a felkészülésben, a játékban is. Sőt, néha túl nagyon akarnak, és az nem mindig pozitívan sül el, mint az idei évben. Mi volt a legszebb a mostani francia kalandban? Hát úgy gondolom, hogy többen eljutottak oda, mit tudom én, Atlanti óceánt meglátni, egy olyan kiránduláson részt venni, és egy olyan emberekkel kommunikálni, akik különben nem nagyon lehet őket megszólítani, de a sport területén mindenhova el tudunk jutni, és egy olyan kommunikációt tudunk létrehozni, ami megerősíti ezt a kapcsolatot. Kicsit elsőnk szót erről a korosztályról, az utánpótlás bázisról. Most is egy nyári tábor megy, de ez már a második ciklus ezen a nyáron. Bolyban, helyén van ez a korosztály, mint technikailag, mint fejlődés szempontjából minden adott az ő fejlődésükhöz? Hát ez a korosztály, ez ugye a táboroktól tekintve már 7 éves kortól egészen 14 éves korig jönnek a gyerekek, és úgy gondolom, hogy minden területen úgy helyén van, hiszen megfelelő szakemberek vannak. Tehát számomra a legfontosabb, hogy egy olyan szakember állomány, olyan gárda álljon a rendelkezésre, aki tud a gyerekekkel foglalkozni, nem csak pszichológiai, szakmai területen is. De hát érezni kell azt, hogy van, akit meg kell simogatni, van, akit kicsit másképp kell motiválni, hogy elvégezze ezt a dolgát, de a legfontosabb az, hogy megszeressék azt, hogy ide járjanak. Boly utánpótlás alközpont lett, gyakorlatilag itt a Bozsik tornák szervezése folyik folyamatosan. Egy szóval odafigyelnek, hogy ez a generáció végül futballista legyen. Igen, úgy gondolom, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy itt, amint mondtam, jól érezzék magukat a gyerekek, megszeressék ezt a sportágat. De látom azt, hogy jönnek mindenhonnan, tehát ebbe a táborban nem csak bolyak vannak, jönnek Villányból, Szedekényből, Szajkról, tehát ahonnan környező településekről. És valóban az egyik legfontosabb dolog az, hogy megismerjék a sportágat, és egy olyan utánpótlást tudjunk kinevelni, aki képviselik a Bolyi Városát és a Bolyi Sport Egyesületet. Elképzelhető, hogyha itt most körbenézzük és felírjuk a neveket, 5-10 év múlva akár a Bolyi első csapatában is találkozhatunk ezen nevekkel? Én úgy gondolom, ez nem kérdés számomra, tehát biztos vagyok benne, hogy ezekből a gyerekekből fölépülni az elkövetkező csapat és csapatok, hiszen ha példákat nézzük, van, aki a Ferencvárosban játszik, aki itt az Eurókampon vett részt. Tehát nincsenek határok, úgy gondolom, és ez mindenki számára adott, ez egy lehetőség, természetesen ki hogy él vele az ember. Jónás Bálint egyike azon játékosoknak, akik részt vettek a Hükeli kalandban. Milyen volt megélni ezt a túrát? Hát jó volt, csak az volt a probléma, hogy ugye rossz helyen végeztünk. Tehát az eredmény nem jött a maga módján. Hanyadikak szerettetek volna lenni? Elsők, egyértelműen, csak hát... Mi ment el szerinted? Az első meccsen ott, ahol kaptuk azt a bakigolt. Uh-huh. És ez megrogyasztotta a társaságot kicsit? Igen, szerintem. Ott ment el. Milyen volt maga a hangulat ebbe a pár napban, amíg utaztatok, meg kint eltöltöttétek ezt a tornát? Nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett. Jó volt a hangulat, szurkolók mindent beleadtak, szurkoltak. Tehát vittetek szurkolókat is magatokkal? Igen, vittünk. Barátkozás történt? Vannak most már haverok? Mondjuk francia haverod van már? Francia haverok vannak már. Uh-huh. Milyen nyelven kommunikáltok? Angol, inkább angol. Te tudsz angolul? Igen. Hanyadikos vagy? Hetedikes leszek. És a futball amúgy hogy megy? Megy úgy, ahogy... Hát... Hány éve focizol? 5 éves korom óta. Uh-huh. És szeretnék komoly focista lenni előbb? Igen, szeretnék. Látom, Barca mezben van netán példaképed is? Igen, Lionel Messi. Ő miért jó? Mert tetszik a játék stílusa. Maga a csapat, a ti serdülő csapatotok hamarosan megkezdi a bajnoki küzdelmeket, és te hova várod a társaságot? Top 5-be várnám. Mester, röviden, tömören, hogy tudnád megfogalni az Eurocup jelentőségét?
Nagyon jó dolog a gyermekek részére, ugye nyáron is tudnak futballozni, tudnak külföldre menni, ugye itt minden évben máshova tudnak eljutni a gyerekek, és úgy gondolom, hogy sok barátság tud kötődni itt külföldi gyerekekkel. Persze évről évre változik a csapatok összetétele, és hát valamikor fiatalabb csapattal vesz részt egy-egy ország, vagy éppen városa a rendezvénye, mint ahogy a Boly ebben az esztendőben is, és hát nem mindig lehet megnyerni ezt a kupát. Teljesen jó volt, úgy gondolom, a mérkőzések. Azt mondom, az első nap elrontottuk a mérkőzéseket, de második nap már azt a játékot tudtuk hozni, ami úgy gondolom, hogy a gyerekekben benne van. Ez most az ötödik helyre volt elég. Tavalyi évben meg tudtuk nyerni, tavalyi előtt is elsők voltunk. Úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek akkor is egy óriási élmény volt, hogy el tudtak jutni Franciaországba. Pallírozódnak egy-egy ilyen többnapos torna alatt? Persze. Ami úgy gondolom, hogy ennek a lényege az, hogy ugye megvan a kellő terhelés nekik, de nagyon fontos az, hogy jól érezzék magukat a kirándulásokon, és tényleg az, hogy ilyen helyekre el tudnak jutni, mint ahol most is Franciaországban, hogy óceánba tudnak fürdeni. Ez azt gondolom, hogy ez felettet mindent a gyerekeknél is. Ezzel párhuzamosan folynak a nyári táborok több héten keresztül. A kettő így együtt ad ki egy jó felkészülést mondjuk egy őszi idényre? Azt mondom, hogy inkább most nem a felkészülést próbáljuk ezzel előtérbe helyezni, hanem azt ugye, hogy a szülőkről levegyük egy kicsit a terhet. Tehát ők is egy kicsit úgymond a gyerekek biztonságban legyenek, jó helyen legyenek, ugye sokan dolgoznak. Itt reggel 8 órától délután fél 5-ig itt tudnak lenni a gyerekek. Kellő felügyelet mellett úgy gondolom az étkezést kell nekik csak fizetni. Úgy gondolom, hogy a szülők részére ez egy nagyon jó gesztusa az egyesülettől. És azt gondolom, hogy a mellette, hogyha futballozni is tudnak, az meg mindenképp egy jó dolog, úgy gondolom, itt a nyári táborokkal. Egy biztos, hogy az edzők részről is egy hatalmas áldozat, hiszen 30 fokba edzeni a srácokat hosszú-hosszú heteken át, ez azért a részletekről is egy nagy kihívás. Igen, de azt mondom, hogy betartjuk az ivószüneteket, tehát itt fél óránként ugye megállunk, pihenünk egyet, mosakodni mennek a gyerekek. Szerdán is, pénteken ebben a jó időben be fogjuk vezetni a délutáni strandot, úgyhogy a gyerekek biztos, hogy azt is fogják élvezni a futball mellett. Szeretik-e a futballt a mai fiatalok? Mondhatni, a világbajnokság évébe lehet-e valami kis pesgést érezni bennük? Hát nagyon sokan azt mondom, hogy szeretik, de még mindig nagyon sok olyan dolog van, ami mellett elviszi úgy gondolom a figyelmüket. Ezt itt is tapasztaljuk, ugye kicsit előbb jönnek, akik 8 órára már itt vannak. Nagyon sok azért a telefonozás, a tablet, tehát ez egy fontos dolog a gyerekeknek, úgy gondolom. De mellette azért, amikor előkerül a labda, akkor azt nagyon élvezik, hogy tudnak futballozni. Mondhatni, ebben a korosztályban már bele van nevelve egy életforma, a rendszeres edzés, a járás, a harc, a küzdelem szelleme, ez kell egy ember számára? Természetesen. Ezek a gyerekek, akik itt vannak, szerintem mind a három táborban már részt vettek. Úgy gondolom, hogy a negyedik táborunkban is, ami jövő héten lesz, azon is részt fognak venni. Nagyon fontos az, hogy ezek a gyerekek azt érzik, hogy jó helyen vannak, és hogy kapnak valamit szerintem ezzel, hogy azért minden délelőtt, délután futballozni tudnak itt Bolyban. Jövőre jön a jubileumi év, születésnapját ünnepli a Bolyi Ese, és hát az Eurocamp is Bolyban lesz. Ez motiválhat a következő egy évben szinte mindenkit? Mindenkit motiválni fog, én úgy gondolom, hogy itt már nagy tervezgetések vannak az egyesület részéről. Ez egy nagyon jó dolog, hogy itt tudjuk megrendezni. Én úgy gondolom, hogy egy színvonalas Eurocampot lehet majd itt Bolyban tartani. Hallottam már információkat, hogy előtte itt nagy csapatoknak pünköskor szeretnének valamilyen tornákat rendezni, ugye itt a vezetőség, tehát tényleg szeretnék megadni ezt a 100 éves évfordulónak azt, hogy jó nyarat tudjanak itt a futballisták. Most már nem kell sokat aludni, és ismét itt lesz a várva várt sváb zenei hétvége, amelynek ezúttal is villány ad majd otthont. Jövünk a részletekkel! Idén már negyedik alkalommal rendezik meg a villányi sváb zenei hétvégét. Az eddigieknek megfelelően igazi sztárparádét, szórakoztató és egyben kulturális csemegét ígér a jeles esemény. A Vörösbor hazájában megjelennek majd a sörös krigli és a finom sváb ételek is. Ez az a buli, ahol mindenkinek ott a helye.
villány az egy teljes találat volt, a környező falvakban rengeteg sváb nemzetiségű lakos van, szeretik ők is ezt a zenét. A régi időkben nem adatott meg, hogy ilyen zenéket élőbe helyszínen hallgassanak, és a rendezvényt ideális helyszínehez. Én azért szeretem ezt a Bajos Sörbarátok Hagyományőrző Egyesületét, mert alapvetően laikus emberekből áll, hétköznapi emberekből áll, egyikünk sem akarja megváltani a világot. Nyilván ismertük egymást régebbről, de egy ötletelés alapján derült ki, vagy pattant ki a fejünkből az, hogy legyen-e meghívva egy nagyobb külföldi előadó, legyen egy rendezvény, legyen ebből egy fesztivál. Először egy bálként indult, ahol nem tudott mindenki eljönni, és le kellett korlátozni a létszámot, majd évről évre nőtte ki magát a rendezvény. Alapvetően a feladatokat nem is kell kiosztani. Szinte mindenki tudja, hogy ki miben erős, azokat a feladatokat vállalja el, ő azt profi szinten próbálja megoldani. Természetesen azért nagyon szigorúan egyeztetünk egymással. Minden évben más-más feladatokkal nézünk szembe. Mindig nagyobb a feladat, mindig magasabb a léc. Ezt mondjuk a résztvevők, látogatók létszáma is alátámasztja. De minden évben, minden rendezvény után tartunk egy értékelést, ahol megnézzük, mik voltak a rendezvény erősségei, mik voltak a rendezvényen lévő hiányosságok, gyengeségek, fejlesztendő területek, és próbálunk mindig odafigyelni arra, hogy egyre tökéletesebb legyen évről évre. Hát eddig a fesztiválunkon az első alkalommal a Sürce Jäger szerepelt Zillertángon. Azt kell tudni, hogy ők már egy 40 éves, több mint 40 éves múltra visszatekintő együttes. A mi szüleink vagy nagyszüleink annak idején a német rokonoktól vagy osztrák rokonoktól kaptak kazettákat, lemezeket, és ott hallgatták, és ez mindenkibe felkeltett egy ilyen érdeklődést, hogy őket megnézzék. A második évben meghívtuk a Sürce Jägerből kivált Freddy Fistert, aki az ő együttesével szórakoztatta a közönséget, a harmadik évben meg mind a kettőt meghívtuk. Pénteki napon Freddy Fister, szombaton a Sürce Jäger játszott. Az idén megváltoztatunk, mert a közönségnek van igénye és szeretne mást hallani. Szeretnének fúvósokat hallani, az idén lesz két fúvós zenekar, és mind a két napra jut egy-egy, illetve hát nagyon nagy nyomás volt, különböző nagy neveket emlegettek, mint Helena Fischer, András Gabalier. Hát sajnos azt ilyen belépőjegy árakkal és a helyszín túl kicsi ahhoz, hogy ilyeneket meghívjunk, de a DJ Öc igent mondott, és ezért őt látjuk idén vendégünk. Három év tapasztalata alapján elmondható az, hogy villány név kapcsán nem feltétlenül a sörfesztivál, nem feltétlenül a svábságra gondolnak, hanem sokkal inkább a vörösborra. És egy picit azt lehet mondani, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy kontraproduktív a kettő, hogy a sör és a bor, hogy mit keres villányban a sör, de a három év alapján el lehet mondani, hogy a villányi kultúrkörnyezet, vagy villányi térségének a kultúrkörnyezetéhez hozzátartozik az, hogy egyik alkalommal borról szól a fesztivál, a másik alkalommal a sörről, aztán megint a borról szól a fesztivál, és ezek így nagyon, azt gondolom, hogy kellőképpen kiszínezi villányváros, vagy villány, vagy egyáltalán Dél-Baranyának az életét, sőt azt lehet mondani, most már Magyarország kulturális életéhez hozzátartozik. Sokan nem hittek ebben, hogy a sör meg a bor megfér egymás mellett, hiszen van ez a magyar mondás, hogy sörre bor mindenkor, de borra sör az meggyötör. Most mi merjük azt mondani, mint egyesület, hogy azért megfér egymás mellett a kettő. A DJ Öci az öt sztálból, mint ahogy a nevében is benne van, származik. Ő ezt annak idején az ott talált, mumifikálódott ősemberről vette fel, hogy DJ Öci nevet. Nagyon szeretik a német lakta területeken, tehát úgy, mint
Svájcba, Németországba, Ausztriába, általában ilyen sörfesztiválokon, télen síterepeken, tehát a magyarok ismerik Ausztriából, különböző síterepeken turnékat szerveznek, mennek sorra és ott ad koncerteket. Nagyon közkedvelt fellépő, kicsit diszkósabb változatban, de népi vonásokat is tartalmazó dalokkal indul. Wenn du mich anstrahlst, schweb ich in Gefahr. Und das find ich auch noch wunderbar, weil ich nur eins will, dein Satellit sein für immer. Alle Sterne denken SOS. Az első években csak a helyi együttesekkel, táncegyüttesekkel, ifjúsági együttesekkel, illetve a környékbeli együttesekkel próbáltuk ezt megoldani. Most már jelentkeznek az ország különböző területeiről is, és próbálunk egy kis színvonalasabb, nem is színvonalasabbat, inkább az, hogy változatosabb műsort mutatni az ott lévő közönségnek. Nyugodtan nevezhetjük egyébként sztárparádénak ezt a rendezvényt, az mellett, hogy Magyarországon a legnagyobb rendezvény a Svábságról, ami szól. Ide nőtte ki magát ez a rendezvény 3 év alatt. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy első nekifutásra sosem hittünk abban, még mi sem hittünk benne első hallásra, hogy egy olyan nagy nevű együttest, számunkra nagy nevű együttest, mint a Sürce Jéget el lehet csábítani Magyarországra. Nem is, ők sem gondolták, hogy Magyarországon erre van kereslet, hogy van erre fogyasztó, aki az ő zenéjüket, az ő stílusukat itt Magyarországon a Lajtától keletre elismeri és kedveli. Aztán addig, hogy nyilván mi ezt már régebb óta hallgattuk fiatal, gyerekkorunk fiatalságunkból, de kezdtük magunk egyre inkább elképzelni, elhinni, majd tenni érte, és a végén kialakult az, hogy számunkra ez egy akkora lépés volt, hogy a Sürce Jéget el tudtuk hívni, hogy a DJ Ötzi eljön. Sürce Jéget ráadásul 2019-ben is a rendezvény részvevője lesz, mert már szerződés van velük, és ők is komolyan vesznek már minket, mint nem is tudom kihez hasonlítani, talán mint a Queen koncert 86-ban a Népstadionban, hogy abban sem hittek, hogy a Queen el tud jönni a Vasfüggönyön keletre, és az évszázad koncertjét adja. Ugyanakkor számunkra az ugyanaz, hogy a Sürce Jéger eljött hozzánk először, és mi sem hittük el, mikor ott álltunk a színpadon, és lógott a zászló, és hangolt a zenekar, hogy itt most tényleg az be fog következni, hogy a Sürce Jéger ez most itt fog zenélni a mi általunk megszervezett rendezvényen. Hát szeretném kiemelni a helyi együttesek közül is a Szüc kapellét, illetve az Untárok együttest, itt a Dél-Baranyában ezeket az együtteseket ismerik, nagyon közkedveltek, és ezek mellé gyűjtöttük valójában, ők támogattak bennünket alakulás óta, úgyhogy ők mindig szerepelnek a repertoárban. Naptárban be van nekik írva, hogy szeptember 2. hétvége, a Schwab zenei hétvége, tehát mindig rendelkezésre állnak. És ő melléjük válogattunk helyi néptánc együtteseket, illetve ifjúsági zenekarokat, vagy együtteseket. A rendezvény előkészítése, illetve az előkészítési munkálatok azok tulajdonképpen a rendezvény végétől kezdődnek újra. Hasonlóan, mint a szőlészetnél, hogy szület után már szinte kezdődik a meccés. Minden évben más és más. Az információ, ahogy próbáltuk eljuttatni a német önkormányzatok, a Magyarországi Németek Szövetségén keresztül, közösségi médián keresztül, de mi azt veszük észre, hogy a szájhagyomány útján, de referencia alapján legalább annyira erős az információ eljutása, mint az általam felsoroltakon keresztül. Solymáról 120-an jönnek, Kecskédről 80-an, Soroksárról 50-en, 60-an, nem is tudjuk már, Nádudvarról 50-en, és az benne a jó egyébként, hogy nem nekünk kell már feltétlenül idézőjelben mondva házalni a jegyekkel, hanem minket keresnek. Látják a Facebookon, követnek minket, próbálnak naprakész információkat szerezni, hogy akkor most pontosan ki jön, mikor lesz, hol lehet jegyet venni, rengeteg e-mail, telefont kapunk. Nagyon, nagyon jó dolog, és akkor értjük meg azt, hogy miért jó ezt a rendezvényt csinálni, amikor mi kitaláljuk, megosztunk egy fél információt, és robbanásszerűen nagy érdeklődés követi a következő napokban, órákban, hogy akkor most tulajdonképpen mire céloztunk, hogy most ők jönnek, vagy lesznek, vagy nem lesznek, és ilyenkor érezzük azt, hogy jó csinálni. Az egész bukáját az adja, hogy a gasztronómiában is megpróbálunk követni egy ilyen sörfesztivált. Az idén nagyobb kapacitásra vonunk fel, mint tavaly, mert tavaly voltak kapacitási gondok, nem számítottunk annyi részre, illetve
látogatóra, mint tavaly volt. Az idén két nagy büfékocsival, amelyikben léberkéze, fehér kolbász, csülök, külön lesz rétes sütőde, lesz külön sufnudli káposztával, sült sufnudli káposztával, pereces stand, ahol többfajta perecet, illetve bajor sörök mellett a finom villányi borokat is meg lehet kóstolni. Van egy álom, van egy vízió, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy szűk közösség, aki be fel lett ébresztve egyébként az érdeklődés ez iránt. Nyilván ez lappangott már bennük, de ez ilyenkor ebbe a rendezvény alapján lett egy katarzis. És akkor itt lehet a bor meg a sör egymás mellett elfér a pohárba. Lehet látni dindőruhás hölgyeket, akik nyilván nem 7 hónapra születtek. Lehet élvezni a zenét, lehet élvezni a hangulatot. Szoktam mondani, hogy amikor olyan 9-10 óra, 11 óra fele vagyunk, hogy lassan most már a cigaretta magától meggyulladna a levegőbe, olyan jó a hangulat, szinte tapintható egyébként, ilyen egy szív, egy dobbanás, nagyjából mintha az ember egy futballmeccsen lenne egy VB döntőn, hogy tényleg az a 2-3-4 ezer, akárhány ezer, vagy hány száz ember, az egy akarat, és egy szívdobbanással van a rendezvény iránt, és jó végignézni, hogy mindenki jól érzi magát. Legalábbis mi azért teszünk, hogy mindenki jól érezze magát. A nagy durranás ideje az idén szeptember 7-e és 8-a. Jegyárusítás az interneten is folyik jelen pillanatban. Az elővételi jegyeket interneten rendeli augusztus 20-áig lehet. A különböző árusító helyeken, amit ugyancsak az interneten meg lehet találni, ott augusztus 30-áig árunk jegyeket. Nagyon nagy az érdeklődés, és reméljük, hogy mindenkinek fogunk tudni adni jegyet. Nincs más hátra, mint előre. Szeptemberben önök se adják ki az ősz legnagyobb buliját. Villánytárt kapukkal várja vendégeit. Közéleti magazinunk ezzel véget ért, megköszönöm figyelmüket, szép estét kívánok!